Szingapúr szerencsés hely a magyar maratoni kajakosoknak, akik a műfaj ázsiai városállamban rendezett legutóbbi világbajnokságán megnyerték a nemzetek közti pontversenyt, aranyakat is belapátolva. Csai Renát a duplázott, mert az egyes győzelme után Farkasdi Ramónával párosban is a dobogó tetejére álltak. Ők ketten vannak most itt velünk. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó gratulálok! Reggel. Most a Szingapúr nektek akkor győr mellett a másik kedvenc városotok? Hát igen, én most jártam ott először, most versenyeztem ott először, de mondhatjuk, hogy a szívünkbe zártuk. Igen, hát neked én meg ráadásul? Én már másodszor igen? jártam Szingapúrban, így van. Az tavaly... első se sikerült rosszul. Tavaly volt ott az ifjúsági olimpia, ráadásul az első ifjúsági olimpiát rendezték ott, és ott is egyesben sikerült nyernem. Miért megy ott ezen a távoli vízen ilyen jól? Hát reméljük, hogy nem csak a távoli vizeken megy nekünk jól, Igazából az idei évünk úgy alakult, hogy májusban elindultunk a Magyar Bajnokságon, és ez olyan jól sikerült, hogy úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a világbajnokságra és a kvalifikációt. És miután ezen is sikeresen túljutottunk, gondoltuk, hogy nagy reményekkel utazhatunk a világbajnokságra, és beválthattuk a hozzánk fűzött reményeket, úgy gondolom. Téged ott királynőnek szólítottak, igaz? Hát igen, de az, ezt azért egy kicsit ebben a, a műfajban, meg főleg Magyarországon, amilyen kajakos hölgyek vannak, ezt kicsit túlzásnak tartom, de hát persze nagyon jól esett. Hát ha már itt tartunk, akkor a műfajról néhány szót. Mert hogy rögtön szerénykedtél, hogy amilyen kajakos hölgyek vannak, na de ennek a műfajnak a specialitása és mondjuk az átjárhatóság ezzel hogyan állunk? Igen, az átjárhatóság, hát azt hiszem, hogy azért főleg a, a férfi mezőnyben elég neves síkvízi is oda, oda szoktak állni a maratoni szakákban megmérettetni magukat, úgyhogy szerintem teljes az átjárhatóság, bár azért azt el kell mondjam, hogy azért csak a legelszántabb síkvízi versenyzők szokták ezt a maratoni távot megpróbálni mert arról még valamit, hogy milyen alapvető készségek kellenek ebbe a szakákba ma, mert azért azt nem felejtsük el, hogy ez nagyon fejlődik, robbanászorúan fejlődik ez, a, ez az ágazat, így van? Ez így van, és szerintem is igazából később, tehát felnőtt korosztályban már jobban kell specializálódni ebbe az irányba tehát én is még ifjú versenyző voltam minden és jövőre kerülök a felnőttek mezőnyébe, és valószínűleg akkor már speciálisabb munkát kell végeznem ahhoz, hogy esetleg egy olimpiát megcélozzak, tehát akkor nem biztos, hogy hosszú távon ez belefér. Akkor ez még nem dőlt el? Hát a ez eset... még, tehát az én esetemben ez még hátra van, de úgy gondolom, hogy nem zárja ki a kettő sem egymást. Hogy képzeljük el át egy, egy maratonista edzését? A másik és a többi szokákhoz képest? hát a legalapvetőbb különbség, hogy sokkal, de sokkal hosszabb. Gyilkosabb. Gyilkosabb, igen, de azt gondolom, hogy azon felül, hogy hosszabb távot kajakozunk, ma már ugye a maratoni kajakozás annyit fejlődött, hogy még régen mondjuk idézően téve túl kellett élni a távot, és egy iramba, hogyha valaki le, le tudta elvezni, az már nagyon jó volt, lehetett vele eredményeket elérni a mai időkben már a maratoni távon, táv is felgyors volt, tehát nem elég csak végig evezni, hanem, hanem robbanékonynak is kell lenni, bírni kell az iramváltásokat, és akkor emellett még ott van a technikai része, amikor ugye a futószakaszt is teljesíteni kell, és utána újra hajóba szállni, és teljes erőbedobással kajakozni, úgyhogy azt mondhatom, hogy igen, megerőltető, és sokrétű felkészülés kell ehhez a tához. Meg kell ehhez érni? Ezt azért kérdezem tőled, mert mintha egyébként a késő érő típus lennél, mert gyerekek is születtek, és akkor utána jöttek a legjobb eredmények. Hát igazából az, ezt azért így nem mondhatjuk. Előtte is én 97 óta indulok a nemzetközi mezőnyben, és azóta gyakorlatilag a gyerekek születését kivéve minden évben kijutottam a világversenyre, és ha már kim voltam, akkor dobogóra is álltam. Úgyhogy igazából a gyerekek születése előtt is volt eredmény, de igen, ehhez a, ehhez a távhoz kell egy bizonyos érettség, rutin, ami szerintem hatalmas előny a fiatalokkal szemben. Uh -huh. Na most ö, ö, téged a nagypapa vít le annak idején a táncteremből ö, kajakozni, és, ö, és amikor megkérdezték, hogy miért a rutin kérdés, hogy, hogy kislány miért akar kajakozni, akkor te rávágtad, hogy olimpiai bajnok akarsz lenni. Igen, ez egy visszatérő motiv, ezt Na de mind, Most, most is az akarsz lenni. De ez, hát? ez így is volt, igen. Bár ezzel azért csinyás szeretek bánni ezekkel a szavakkal, hiszen szerintem ez egy óriási dolog, hogy egy sportoló olimpiai bajnok legyen, de a reális célnak, a komoly céloknak ott kell lenni előttünk, hiszen akkor lehet nagy eredményt elérni. Hogyan tud jól működni egy páros? Ugye a ti esetetekben van a rutin, meg van a van a, 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 a fiatalság, de az ember azt gondolná, hogy, hogy egy párosod össze kell szokni, de ugyanakkor meg lehet, hogy az úgy van, hogy egy páros vagy működik, vagy nem a fenelte, meg hogyha egyből nem működik, akkor nincs mind össze szokni, nem? Hogy, hogy van ez? Igen, igazából azért az első evezések eldöntik, hogy egy párosnak adott esetben van-e jövője, de attól kezdve még nagyon sokat lehet azon a pároson csiszolni, de mindenképpen az első érzés nagyon fontos. Olyan azért nem szokott előfordulni, hogy valaki kipróbálja a párost, és nem megy, és akkor nincs több próbálkozás. De azért ugye az első egy-két alkalom eldönti mindenképpen, és aztán utána meg kell próbálni, hát közös a cél nyilván, úgyhogy mindenkinek az az érdeke, hogy a hajó minél jobban menjen, és ebben a Ramona maximálisan partner volt, attól függetlenül, hogy ilyen fiatal, tényleg profi módon próbálta ellesni a maratoni táv csinyát, bényát, úgyhogy tényleg nem panaszkodom rá, maximálisan elégedett voltam vele. Könnyű elviselni mindig egymást? Úgy gondolom, hogy nálunk nem volt probléma, tehát nekem is nagyon-nagyon sokat segített az, hogy Rani egy előfélként kezelt, és így nekem is sokkal könnyebb volt abban a párosban működnem. E, Mekkora jövő lehet egyébként mindenféle megfontolásokkal, meg döntéssel együtt ennek a duónak? Igazából az, az egyetlen akadálya ö, idézőjelbe akadály, ugye, mert ezt nem rossz értelemben, de Ramónának a síkvízi ambíciói azok, ö, amik elsősorban ö, most előtérbe kerülnek. Én mindenképpen a maratoni távon ö, képzelem el jövőmet, nem tudom, hogy ennyi idősen mondhatom el még a jövőmet, hát a, a további pályafutásomat. Tervem van, hogy még esetleg indulunk, de, de ö, ez mindenképpen Ramónának a síkvízi terveitől, elfoglaltságaitól függ. Uh -huh. Na most, ha már erről a jövőről esett szó, azért te tudsz még hosszú távra tervezni, nem? Hát Éppen beszéltünk, hogy ebben a műfajban jó életnek lenni. Igen, hát igen, de azért <laughs> én úgy gondolom, hogy már most is jó élet vagyok. 2015-ig terveztem a pályafutásomat, de ez egy olyan szám, amit évről évre átgondolok, mind a fizikai Előállapotom, hogy hogy bírja, és mind a családom részéről, ugye ez nem kis áldozatokkal jár, hogy én ilyen szinten tudjak sportolni, de 2015-ben 2015 Győrben rendezik a maratoni világbajnokságot, ugye én győri születésű vagyok, és a mai napig a Győri Vízisport Egyesület színeiben kajakozom Ramonával, és ugye nekem ez duplán hazai pálya lenne, és szeretném ott lezárni a pályát. Hát az úgy kerek, az úgy kerek. Ramona, neked azt látod már, hogy a megfontolásaid és a szempontjaid, a hogyan továbbot illetően, azok mik lesznek pontosan? Ja, nekem most a, a legfontosabb az, hogy a felnőtt mezőnyt minél előbb utól tudja mérni, és a, tehát azért Kovácska, ilyen is Natasa úgy gondolom, hogy ők elég nagy falatok lesznek a közeljövőben, úgyhogy szeretném tényleg a felnőtt mezőnyt minél gyorsabban utolérni. Hát akkor ehhez jó munkát, kitartást, és akkor előre van, tennivaló. tenni való. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen.